Hatályos. Nem lehet megszüntetni kisebbségi osztályokat csak az érdekvédelem beleegyezésével, most már hatályos a törvény. Mugye? Mintha más szelek fújnának. A tanügyminiszter személyesen vette át a petíciót. Köszöntöm Önöket a híradóban! A múlt heti brüsszeli találkozót követően Viorica Dăncilă miniszterelnök Bukarestben fogadta az Európai Bizottság alelnökét, Frans Timmermanst. A megbeszélések központi témája a bukaresti kormány és az Európai Bizottság viszonya volt. Azt, hogy még mindig nagyon sok kérdésben nincs egyetértés a felek között, a kamerák előtti szívélyeskedés ellenére, jelzi, hogy a felek sem Brüsszelben, sem Bukarestben nem tartottak közös sajtótájékoztatót. A sajtónak külön nyilatkozó Timmermans kifejtette, hogy a legfőbb aggodalma, hogy az MCV jelentést követően semmilyen haladást nem érzékelt az ajánlások gyakorlatba ültetése terén. Tisztában vannak azzal, tette hozzá, hogy az Alkotmánybíróság döntéseit életbe kell léptetni, de azt úgy kell megtenni, hogy ne akadályozza a korrupció ellenes harcot, és tartsa tiszteletben az igazságszolgáltatás függetlenségét. Viorica Dăncilă ugyanakkor konstruktívnak nevezte a megbeszéléseket, és azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy meg kell cáfolni a félretájékoztatási kampányt, amellyel a bizottság Brüsszelben szembesül. Elhalasztotta az egységes adóbevallás határidejét a kormány, amelyet március 15-e helyett július 31-ig lehet benyújtani az adóhivataloknak. Ugyanaz a határidő érvényes annak a nyilatkozatnak a benyújtására, amely az adó 2%-át egy non-profit szervezetnek juttatja. Meghosszabbítja az egységes adóbevallás határidejét a kormány, eredetileg március 15-ig kellett volna a bevallásokat benyújtani, az új határidő azonban bőven az első fél éven túlra, július 31-ére tolódott. Ezzel együtt meghosszabbították az 5%-os jóváírás határidejét is ugyaneddig az időpontig. Mindenki, aki kifizeti az adóját július végéig, 5%-os jóváírásban részesül a tavalyi évre vonatkozó jövedelemadójából és a társadalombiztosítási hozzájárulásból. Az állampolgárok idejére való tekintettel és az adóhivatallal való kapcsolat javítása érdekében a bevallást online lehet kitölteni és benyújtani a virtuális magántér vagy az egovernare.ro portál révén. Szintén március 15-ig lett volna lehetőségük nyilatkozni az állampolgároknak arról, hogy milyen non-profit civil szervezetnek szeretnék felajánlani adójuk 2, illetve esetenként 3,5%-át. A mai kormányülésen ennek a nyilatkozatnak a benyújtási határidejét is kitolták július végéig. Kihirdette Klaus Johannis államfő a törvényt, amelynek értelmében megszabott minimális létszámnál kevesebb tanulóval is lehet kisebbségi tannyelvű osztályokat létrehozni azokon a településeken, ahol erre igény van. A jogszabály arról is rendelkezik, hogy csak az oktatási tárca kisebbségi államtitkársága, az etnikum közi kapcsolatok hivatalának alárendeltségében működő oktatásügyi bizottság, illetve az érintett kisebbségi közösség parlamenti képviseletét ellátó szervezet jóváhagyásával lehet átszervezni vagy megszüntetni az anyanyelvű osztályokat. A törvény másodszor került az elnök asztalára, első alkalommal ugyanis Klaus Johannis visszaküldte a parlamentnek megfontolásra, arra hivatkozva, hogy az bevezeti a nyelvi kisebbség fogalmát, ennek jelentését azonban sem az oktatási kerettörvény, sem a kihirdetésre küldött jogszabály nem határozta meg. Több mint 16 ezer tiltakozó aláírással nyomatékosított petíciót nyújtott be a tanügyminiszternek, a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem önálló magyar karának létrehozását követelve az EMNT és az MMNP küldöttsége. Előző nap interpellált a parlamentben, Korodi Attila RMDSZ képviselő is ebben a kérdésben. Bukaresti hivatalában fogadta Ekaterina Andronescu tanügyminiszter Sándor Krisztinát, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét, és Tóróté Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét. A találkozás során átadták az önálló magyar orvos és gyógyszerészképzés intézményes visszaállítását követelő 16 ezer aláírással megerősített petíciót. A találkozón, amelynek kapcsán pozitív jel, hogy a tanügyminiszter személyesen fogadta a küldötteket, Ekaterina Andronescu ígéretet tett arra, hogy egyeztetni fog az egyetem vezetőségével és a magyar oktatókkal is. Amikor eldöntöttük, egy angol kart létrehoznak, innentől kezdve nem igen tudnak más érvet felhozni, miért nem lehet magyar kart létrehozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen a megnyílott kapunk kell nekünk most átlépnünk,
és akkor valószínűleg egy új perspektíva nyílik az orvosképzés kérdésében. Előző délután a kormány órája keretében Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő is felszólalt a kérdésben, ennek kapcsán pedig a tegnap esti Kontra című műsorunkban azt mondta, mérsékelt optimizmusra adhat okot a tárcavezető válasza. Románia el kell számoljon azzal, hogy az orvosi egyetemen van újabban angol kar, és még nincs magyar kar. Van angol vonal, és még nincs magyar vonal. A miniszter értette a felvetést, és a válaszából egyértelműen azt értettem ki, hogy ő partner abban, hogy felhasználva az ő nem is annyira hatásköreit, mint vita partnerként, vagy akár intézményvezetőként a befolyását, jó értelembe véve, hogy ezt az ügyet elmozítsa jó irányba. Emlékeztetett azonban arra, hogy a közigazgatási bíróság egy korábbi döntésében úgy határozott, az egyetemi autonómia felülírhatja akár az oktatási törvényt is. Ettől kezdve pedig igen csekély a magyar érdekvédelem és a tanügyminiszter mozgástere. Korodi szerint azonban Leonard Azenfirei rektornak és az egyetem szenátusának meg kell értenie, hogy rövid távon nyerhetnek ugyan, de hosszú távon ezt a kérdést rendezni kell, és az önálló magyar orvosképzést Marosvásárhelyen vissza kell állítani. Legkésőbb 2030-ig kötelezővé válik az óvodai oktatás Romániában. Az RMDSZ törvénytervezetét döntőházként szavazta meg a szenátus, és az elnöki kihirdetés után léphet érvénybe. A telefonnál Szabó Ödön RMDSZ képviselő, a Képviselőház Oktatási Bizottságának alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, elég sokan! Miért tartották fontosnak, hogy kötelezővé tegyék az óvodai oktatást, illetve mennyire sikerült az érveket elfogadtatni a többségi törvényhozókkal? Én azt gondolom, hogy igen, hisz mondhatnám azt, hogy mindenki támogatta a végén a törvénytervezetünket, első körben is és második körben is. Az érveink azok nagyon egyszerűek voltak. Az összes oktatáskutatási tanulmány azt mutatja, hogy a korai oktatás, tehát az óvodai oktatás az egyik legfontosabb eleme a diákok, gyerekek oktatási részvételének, és pedig olyan kognitív képességeket lehet fejleszteni, olyan csoportos képességeket lehet fejleszteni, amelyek hiányában a későbbiekben az alsó tagozatos gyerekek között sokkal jobban fognak teljesíteni azok, akik óvodába jártak előtte. Ezeket a tanulmányokat szakemberek írták, és az egész világon a korai oktatásnak a szerepe megváltozott az elmúlt évtizedekben. Ebből a megfontolásból is indítottuk el a törvénykezdeményezésünket, és egy másik érvel is alátámasztottuk, és pedig azzal, hogy egyre nagyobb az olló, ha úgy tetszik, egyre jobban nyílik szét az olló a vidék és a városi oktatási rendszerek között. Egyre kevesebben járnak vidéken óvodába, míg a nagyvárosokban, városokban ezen diákok aránya meghaladja 95%-ot. Tehát az esélyteremtésben is nagyon fontos szerepet játszik a kötelező óvoda oktatás, hisz ezáltal a vidéki iskolákban nem leszakadó közösségek termelődnek újra, hanem olyanok, amelyek képesek lesznek a felzárkózásra. Képviselő úr, hogyan fog megtörténni az átállás? Van-e elég hely az óvodákban, illetve van-e elég képzett óvodai pedagógus minden településen? Ha megnézzük azt, hogy az elmúlt hetekben milyen statisztikai adatok láttak napvilágot, amelyek mindenki számára elérhető, amely arról szól, hogy az elmúlt 15 évben, 20 évben közel 1 millióval kevesebb gyerek van ma a románia oktatási rendszerben, akkor nyugodtan azt tudom mondani, hogy van erre hely. Nyilván a nagyvárosokban ez másképp alakult és alakulhat, hisz ott több esetben az elmúlt évtizedekben megszűntek azok a gyárak mellett működtetett óvodák, amely az ott dolgozó szülőknek a gyerekeit volt hivatott befogadni, de higgyel nekem, hogy vidéken nem feltétlenül kell mindenütt új óvodát építeni, hisz leginkább azzal van problémánk, hogy nincs elég gyerek, nem az, hogy nincs elég hely. Képviselő úr, köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. Első házként megszavazta a szenátus azt az RMDSZ által javasolt törvénymódosítást, amely szerint a gyermeknevelési szabadság ideje alatt kapott állami támogatás nem lehet kevesebb az első gyes ideje alatt kapott juttatásnál. A törvénymódosító tervezetet Csépéva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője dolgozta ki, a szenátusi szakbizottsági munkálatok alatt is ő tartotta fenn a szövetség javaslatát. A jogszabály azoknak a szülőknek lehet előnyös, akik két vagy több gyereket vállalnak rövid időn belül.
Több édesanyával folytattam konzultációt az elmúlt időszakban, akik a gyereknevelési szabadság ideje alatt tapasztalt kellemetlenségekről és a törvénynek a nem korrekt használatáról beszéltek. Ez a kezdeményezés azért született meg, mert hogy nagyon sok esetben, amikor a második gyerek kevesebb, mint 12 hónapon belül születik meg, miután letelt az első gyereknevelési szabadság, az anyukának a gyereknevelési szabadságért járó juttatás kiszámolásakor nem veszik figyelembe azt, hogy már egy csökkentett összeget kapott az előzőben. A jelenlegi törvény szerint például a második gyerek vállalása esetén a szülők kevesebb gyereknevelési támogatást kaphatnak az államtól, mint az első gyermeknevelési szabadság alatt, ha a két gyermek között kevesebb, mint egy évet dolgoznak, mert a juttatás kiszámításánál az elmúlt egy év jövedelmét veszik figyelembe. Ez esetben egy időszakra a jövedelem óhatatlanul a korábbi gyereknevelési szabadság alatt kapott támogatás, ami kevesebb, mint a korábbi időszakban megvalósított jövedelem. Holnap szavaz a parlament a költségvetésről. Nézzük, mi következik. Költségvetés. Egymásra mutogatnak a késés miatt, a költségvetés azonban rossz, ráadásul a késlekedés miatt is rosszul járunk. Sikeres nők. Boldog, elégedett, vidám, néha stresszes, feszült és gondterhelt, ilyen a siker női arca. Férfiak is beszéltek róla. A társadalombiztosítási költségvetés kihirdetése mellett döntött Klaus Janis államfő, így csupán az állami költségvetés kerül vissza a parlamentbe, a késlekedésért az elnök ismét a szociáldemokrata pártot hibáztatta. Egyedül a PSZD felelős azért, mert március közepén az országnak még nincs költségvetése, fejtette ki Klaus Janis elnök, mert a kormány 3 hónapos késéssel készítette el a dokumentumot. Ugyanakkor kifejtette, bár még nem ismert az állami költségvetés sorsa és a társadalombiztosítási költségvetés szervesen kötődik ehhez, utóbbit mégis kiirdeti, mert nem szeretné, hogy ártatlan emberek szenvedjenek a kormányzati inkompetencia miatt. Úgy döntöttem végül, hogy kihirdetem a társadalombiztosítási költségvetést, mert a nyugdíjasoknak nem kell szenvedniük a PSZD hozzá nem értése és nem törődömsége miatt. Ha nem hirdetném most ki, ez közvetlenül érinteni a nyugdíjasokat, mert minden késlekedés meggátolja egyes társadalmi juttatások biztosítását, mint például a gyógykezelési beutalókét. Ennek kapcsán felszólította a parlamenti többséget, hogy bizonyosodjon meg róla, hogy az állami költségvetésben teljes egészében fedezzék a nyugdíjalap szükségleteit, mert az első számítások szerint a visszautal tervezetben 1 milliárd 400 millió lejjel kevesebb van, mint amennyi szükséges a nyugdíjak zavartalan kifizetésére az év végéig. Véleményezte a pénzügyi tanács az idei állami költségvetést. A közgazdászokból álló független állami testület szerint a büdzsé túlságosan optimista, és számos tekintetben ellentmond a valós gazdasági mutatóknak. A részleteket Vasgálóránt ismerteti. Az állami büdzséterv legjobb esetben is utópikus képet fest a hazai gazdaságról. Ezt a következtetést vonta le a pénzügyi tanács a költségvetésről készített véleményezésében. A testület 20 oldalas dokumentumában meg is indokolta állítását. Mutatjuk ennek legfontosabb pontjait. A pénzügyi tanács szerint teljesen megalapozatlan a pénzügyminisztérium becslése, miszerint az idei államháztartási hiány mindössze 2,76%-os lesz. A testület számításai szerint ennél lényegesen nagyobb hiányra kell számítani, amely elérheti a 3,5%-ot is, azaz 0,5%-ponttal meghaladhatja a vállalt deficit szintet. Ennek egyik oka, véli a testület, az, hogy nem tartható az 5,5%-os gazdasági növekedés olyan körülmények között, hogy az euróövezetben és a világgazdaságban is lassulás figyelhető meg. Ehhez hozzáadódik az is, hogy túlságosan optimista és ellentmond a számoknak a költségvetés tervezetében az is, hogy a versenyszférában idén 3,7%-kal nő a foglalkoztatottság, illetve a bruttó bérek 13,8%-kal emelkednek. Az előző évek statisztikái ugyanis azt mutatják, hogy az alkalmazottak száma 2016-ban 4%-kal, 2017-ben 3,2%-kal, 2018-ban január-november periódusában pedig csak 1,7%-kal emelkedett. Egy ilyen esés után a 3,7%-os növekedés tehát szürreálisnak tűnik. A pénzügyi tanács azt sem tartja valósághűnek, hogy az áfából 17%-kal többet sikerül majd begyűjteni. A betervezett összeget tavaly sem sikerült teljesíteni, 2018-ban például 1 milliárd 700 millió lejjel kevesebb volt az áfából származó bevétel, mint amennyit a kormány betervezett.
A kormány ugyanakkor számottevő bevételre számít Európai Uniós forrásokból. A tavaly 5 milliárd 200 millió lejjel szemben idén ezen a téren 15 milliárd 100 millió lejes összegre számít a kabinet, és a befektetésekre szánt pénzek megduplázását tervezi. A pénzügyi tanács szerint az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy a beruházások terén lényeges összegeket vettek el a költségvetés kiigazítások során, az uniós pénzek lehívásában pedig az ország még mindig rendkívül gyengén teljesít. Mindezt összevetve a kormány becslései ilyen tekintetben is túlzottan optimisták. A testület megragadta az alkalmat arra is, hogy a hírhet 114-es számú sürgősségi kormányrendeletet is véleményezze. A közgazdászok meglátása szerint, noha az intézkedés hozzávetőlegesen 4 milliárd lejes többletet eredményezhet a büdzsében, az a forgatókönyv még valószínűbbnek tűnik, hogy az internetszolgáltatók, illetve a pénzintézetek visszafogottabban kezelik majd a befektetéseiket, amiből viszont az következhet, hogy az intézkedés nyomán az állam többet veszít, mint amennyit nyer. Az állami költségvetés hiánya az önkormányzatok és az alárendelt intézmények működését is rendkívül negatívan érinti, késnek a kifizetések, állnak a munkálatok, és a beruházások is lehetetlenné válnak, állítják a település, illetve intézményvezetők, ezért azok a felelősek, akik késleltetik a közigazgatási törvény életbe léptetését. A lehető legrosszabb forgatókönyv látszik beigazolódni az állami költségvetés hiánya miatt. A gyakorlatban ugyanis a költségvetés elfogadása, illetve kiirdetése után 30 napon belül kell a megyei önkormányzatoknak elfogadniuk a költségvetésüket, majd ezt követően 15 napon belül a helyi önkormányzatokon a sor. Ilyen körülmények között teljesen kizártnak tűnik, hogy április előtt lesz költségvetése a különböző településeknek. Gyergyószent Miklóson ez érvágással ér fel, mondja Nagy Zoltán polgármester. Minden olyan költség, amely tavaly nem volt befoglalva az idei költségvetésben működési oldalon, az idén mindaddig nem lehet befoglalva legyen, amíg a költségvetés nem hagyódik jóvá, illetve ami még fölötté negatívan érinti minden településnek a költségvetését, az az, hogy beruházási célokra új beruházási pozíciókat nem lehet befoglalni, illetve olyan költségeket nem lehet kifizetni úgy szintén, amelyek a tavalyi évben nem voltak befoglalva. Ez azt is jelenti jelen esetben, hogy olyan beruházások, mint például a parkolórendszernek a képítése, vagy a kamerarendszernek a felszerelése nem tudjuk licitre bocsájtani. Hozzátette, ehhez hozzáadódik az is, hogy a megemelt béreket folyósítani kell, bevételi tételeket azonban még nem lehet ehhez hozzárendelni. De az alárendelt intézmények működése is egyre nehezebb. Marosvásárhelyen például utcák korszerűsítési munkálatait kell szüneteltetni, de még ennél is aggasztóbb, hogy az alapvető szolgáltatások biztosítása is kockán forog, állítja a közterületeket kezelő igazgatóság vezetője. A költségvetés hiánya kihat a tevékenységünkre, hiszen vannak aláírt szerződéseink különböző szolgáltatásokra. Főként a köztisztaságra gondolok itt, ugyanis ez egy olyan szolgáltatás, amit nem lehet leállítani egyik napról a másikra. A költségvetés hiánya miatt nem tudunk fizetni a szolgáltatóknak a szerződésben vállaltak ellenére. Mi több, rajtól a tavaszi nagy takarítás, következik a rovar, illetve a rágcsáló írtás a városban, de ezek a szolgáltatások is késni fognak, mert az állami költségvetés hiányában nem utalhatunk pénzösszegeket. Noha a büdzsétervezet valóban későn készült el, a helyzetet tovább bonyolította az is, hogy Klaus Johannis államfő az Alkotmánybíróságon támadta azt meg, és jelenleg is csak a társadalom biztosításra vonatkozó fejezetét hajlandó kihirdetni. Az elmúlt pár napban Székelyudvarhelyen minden a nőkről szólt. A konferencia fő témája a nők társadalmi szerepvállalásának fény és árnyoldala, a siker miben léte volt, kimondottan hazai szempontból való megközelítésben. Milyen a siker női arca? Boldog, elégedett, vidám, néha stresszes, feszült és gondterhelt is. Pénzben, presztízsben vagy családi lelki egyensúlyban mérjük. Mindenkinek más jelent a siker, abban viszont biztosak lehetünk, hogy mindenki vágyik rá. Ezért is rendhagyó nőnapi programmal készült a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. Egy kétnapos rendezvényen nők és férfiak együtt keresték a válaszokat. Őszintén nem tudom a választ, de örülben veszem tudomásul, hogy Székelyföldön a mi közösségünkben is egyre többé dolgozik vezető beosztáson, és nem azért, mert ez a kötelező, vagy valamilyen kvótát kell teljesítenünk.
A konferencia első napján a Városháza Szent István termében a gazdasági, társadalmi élet prominens személyiségei beszéltek arról, hogy mi a nők szerepe a munkában és a vezetésben, illetve arról is, hogy hogyan teljesítenek Erdélyben a vállalkozó nők. Nagy György, az UKKS elnöke beszédében megerősítette, bizony minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Könnyebben tudunk előre maradni. Kérem, ezt higgyék el nekem, mert közöttnek környezetemben nap, mint nap tapasztalom. Csak néhányt kiemelek, kezdve az édesanyám, aki 78 éves kor ellenére a fiatalokat megfuttoló energiával végzi el a cégközi feladatát. Folytatva a feleségemmel, akinek megköszönöm azt a szeretetet, hogy minden sikeres férfi mellett áll egy nő. A második napon már a gyakorlati kérdéseké volt a főszerep. Választ kaphattak vállalkozásaikkal kapcsolatos kérdéseikre a jelenlévők, de egy előadás keretében arról is szó esett, hogy hogyan egyeztessük családi életünket, illetve a gyermeknevelést a karrierrel. Teremfoci és ökölvívás, következzenek a sporthírek. Kiélezett sorozat végén esett ki a Gyergyói Hoki Klub a Jégkorong Erste Ligából. A Debrecen elleni sorozatban a hetedik mérkőzést is meg kellett várni a döntéshez. A hatodik Gyergyószent Miklóson játszott meccsen még sikerült 4-2-re legyőzni az ellenfelet, így Debrecenben került sor a mindent eldöntő hetedik mérkőzésre. Az első gólt a gyergyóiak lőtték mindjárt a meccs elején, Debrecen azonban a második harmadban fordított. Gyergyó nem adta fel, és Pestunov révén egyenlített, de 10 perccel a vége előtt ismét a házigazdák kerültek előnybe. A meccs végén a Hoki Klub kockáztatott, lehozta a kapust, de a taktika nem jött be, sőt az üres kapuba a Deák talált be, amely így 4-2-re nyerte a meccset és 4-3-ra a sorozatot. A Jégkorong Erste Liga elődöntőiben így egy erdélyi csapat maradt állva, a Csíkszeredai Sportklub ellenfele az Újpest lesz. Nem sikerült a bravúr Török Eszternek az oroszországi Vlagyivkaszban zajló U22-es ökölvívó Európa-bajnokságon. A csiki öklöző az első körben szenvedett pontozásos vereséget az olasz Giordana Sorrentinótól. Megnyerte a Déva elleni rangadót a csíkszeredai Imperiál vett teremlabdarúgó csapata. A győzelemnek köszönhetően a csíkiak átvették a vezetést a tabellán. Teltház ugyan nem volt a csíkszeredai Erős Zsolt arénában, de a hangulatra nem lehetett panasz, hisz a szurkolótábor kitett magáért. A narancssárga mezes csíkiak remekül kezdték a találkozót, és 12 perc után már 3-0-ra vezettek. Szünet után jöhetett a vészkapusos taktika, és a dévaiak hibáját kihasználva már 4 góllal vezetett Csíkszereda. Az utolsó 5 percben aztán kétszer is szépített a vendégcsapat, de többre már nem jutott idő, és a hazaiak győzelmet ünnepelhettek. Két alkalommal is hajszállal ugyan, de kikaptunk tőlük, ezért bennem és a fiúkban is volt egy frusztráltság, és nagyon akartuk a győzelmet. Az utóbbi 2 hét nagyon kemény volt, így érthető a boldogság és az eufória, de ez teljes mértékben a fiúk érdeme, akik hihetetlen profizmusról tettek tanúbizonyságot, és megérdemlik, hogy ennek a csapatnak a tagjai legyenek, amely szerintem a legjobb Romániában. A 4-2-es győzelemnek köszönhetően a csíkszeredai Imperiál vett átvette a vezetést a rangsorban. A csíkiak a következő fordulóban Székelyudvarhelyen lépnek pályára. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!